Itt az új erő. Jöjjön végre a Jobbik. Megvédjük a magyar földet. Rendet, csendőrséget. Adózzanak a multit. Börtönbe a felelősökkel. Mert Magyarország a magyaroké. Szavazzon a Jobbik listájára. Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a rendhagyó lakossági fórumon. Mielőtt bemutatnám a vendégeket, mivel rendhagyó a lakossági fórum, rendhagyóan fogjuk kezdeni, egy szavazással szeretnénk kezdeni ezt a lakossági fórumot. Az lenne a kérésem, hogy szavazzunk meg most a 12 fokra való tekintettel, hogy levetítsük-e a filmet, vagy pedig forrósítsuk a hangulatot egy beszélgetéssel, és kezdjük a beszélgetés résszel. Tehát azt kérném szépen, hogy aki úgy gondolja, hogy vetítsük le a filmet, az tegye fel a kezét. Mi a téma? Milyen időtartam? Jó, akkor gyere vissza. Adjon az Isten szebb jövőt, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szóval arról van szó, hogy általában azokon a lakossági fórumokon, amikor nem a Gáborral megyek, van a Gáborral, hanem mindig az egyéni képviselőjelölttel együtt vagyunk, ott szokott lenni vetítés. Újabban általában leszokták szavazni, mert hogy inkább beszélgessünk, erre van igény. De amire azért én igazán büszke vagyok az életemből, amit eddig elértem, az igazából ez a filmsorozat. Tehát nem az újságírói munkám, jó mondjuk a két gyerekemre, arra még nagyon büszke vagyok. Úgyhogy, de úgy érzem, hogy ez az, amit eddig tudtam tenni, olyat, amit még más nem csinált meg. De azt is hozzáteszem, hogy 1000 forinttal olcsóbban, most itt 2000 forintért itt kint az előtérben a filmeket meg lehet venni. Ez a Csillagösvény sorozat negyedik része, rajta van a csodálatos Sebődönféle halálra ítélt zászlóhaj története, egy huszár történet, 48-as szabadságharcos történet, Virág Gedeon története. Ők hajtották végre a szabadságharc kezdetének legnagyobb huszár bravúrját. Ezt mutatjuk be, illetve Attila király történetét mondja el egy jogtörténész. Ez a három film van kapható a DVD-n. Mondom, azért itt most elég méltatlan körülmények között vagyunk. Megígérem Önöknek, hogy április 11-ével ez a helyzet egy picit változni fog. Nem hogy picit, hanem nagyon. Tehát a pitiségnek... Talán egy radikális újságírótól elfogadják, hogyha a kemény szavakat használok, a szarrágásnak, a pitiségnek, a legyünk lehető legkisebbek lenni című fejezetnek, ezt látjuk most. Tehát ugye nyilván tudják, miről van szó. A választási törvényben biztosítottan kellett volna megkapjuk ma a művelődési házat normális emberi körülmények között. Ugyanis aki már ott egyszer lakossági fórumot tartott, ha már egy valamelyik párt, akkor az összes többinek ugyanazon a pénzért ott lehetővé kéne tenni egy lakossági fórumot. De mivel a Mazsi Hisz, amely egy civil szervezet Magyarországon, mondjuk ezrede annyi taggal, meg nem tudom én mivel, mint mondjuk Magyarország legszebb, legcsodálatosabb civil szervezete a Magyar Gárdakinek, az Új Magyar Gárdakinek a tagjai, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a feltársaimat. Hát ide ők tiltakoztak, ezért a, ugye hát önöknek nem kell mondjam, hogy a fideszes fennhatóság alatt álló önkormányzat úgy gondolta, hogy ide száműz minket. Ezt is úgy, hogy telefonálgatnom kellett, és hát finoman szóval meg kellett fenyegetnem őket azzal, hogy mondom még egyszer, április 11-ig után fordul ám a szél, tehát akkor is le kell ülnünk párbeszédet folytatni, ez így egyre nehezebb lesz. Úgyhogy ezek után történt ez, hogy megkaptuk ezt a csodálatos építményt. Nem tudom, hogy itt, szerintem itt még akik először jöttek, azok a juhokat látták a másik oldalon kimenni. Szóval az a lényeg, hogy és akkor az igazán pitiségedben azt tudják, hogy ugye Zsolték idejöttek, és akkor kiderült, hogy sem villany, sem fűtés. Tehát ez volt negyed tájékán, vagy egész tájékán, tehát még azóta sikerült itt viszonylag, hát nem emberi körülményeket varázsolni, de hát legalább annyit, hogy itt most együtt tudjuk egyet beszélgetni. Úgyhogy akkor most ezek tükrében teszem fel a kérdést, hogy nem akarom én itt...
hát vetítsünk, vagy beszélgessünk, jó, ilyen egyszerű vetítés, beszélgetés, ez a több, beszélgetünk. Köszönöm. Akkor én nem rabolnám az időt, egészen röviden azért néhány dolgot elmondanék. Hát a leglényegesebb dolgokat a Sándor akkor elmondta. Amit szeretnék bejelenteni, hogy a Lexén ülő úr, akit a múltkor úgy mutattunk be, hogy a Jobbik jelöltje, most már a hivatalos jelölt, ugyanis leadtuk a jóval több, a szükségesnél jóval több kopogtató cédát, úgyhogy ezután köszönjük szépen azoknak, akik felmerték vállalni és nevünkre leadták a kopogtató cédulákat. János, akkor légy szíves, azért állj föl. Mivel tudjuk, hogy Mennyes Tamás rosszul alszik, és mindig rosszul jön, rosszul lesz, hogyha meglátja, hogy hány kopogtató cédula van, azért tartogatunk még neki még egyszer a szükséges mennyiségnek a dupláját, azért még egyszer majd oda fogjuk adni neki, biztos, ami biztos. Két dolgot azért szeretnék még elmondani egészen röviden. Az egyik az, hogy mivel szembesültünk itt a kopogtató cédula gyűjtés során, az egyik dolog, amit így hallunk város szerte, hogy először is nem adták oda a kopogtató cédulákat a Fidesznek, ez nagyon jó, vártak ránk. Sőt, nagyon sokan megtették azt, hogy bedobálták a cédulákat a postaládánkba. Tehát el se kellett érte menni, úgyhogy még egyszer ezt is nagyon szépen köszönjük. A fideszesek között is elég sokan mondogatják, hogy Fidesz igen, Medgyes Tamás nem. Hát innen szeretném üzenni ezeknek az embereknek, hogy gondolkodjanak már ezen, hogy mit mondanak, mit mondanak. Az, hogy Medgyes Tamás nem, a Fidesz igen. Tehát gondolkodjunk már el azon, hogy el tudjuk azt képzelni, hogy Orbán Viktorék nem tudnak a Medgyes Tamás dolgairól. Mert ha el tudjuk képzelni, az még rosszabb helyzet. Tehát az az igazság, hogy amit lehetett, és elnézést a kifejezésért szemétségből, azt mi folyamatosan tapasztaljuk. Mondanék egy példát. Óriás plakátot próbáltunk keríteni a városban. Nem tudom, föltűnt-e, hogy vannak óriás plakátok. Amikor mi kerestünk óriás plakátokat, nekünk föltűnt, hogy nincsenek óriás plakátok. Ugyanis, mikor egy kolléganőnket megkértük, hogy hívja föl a plakát céget, aki értékesíti az óriás plakát helyeket, akkor mondták, hogy természetesen vannak óriás plakátok, fognak küldeni egy listát. De meg is lehet nézni az interneten. Van egy remek, nagyon olcsón készített honlap, ahol meg lehet nézni napra készen a plakát helyeket. Betelefonáltam, elmondtam, hogy ki vagyok, néma csend. Jobbik? Igen, Jobbik. Óriás plakát? Hát mondom, hát mivel azt mondták, hogy óriás plakát, igen, óriás plakát. Utána kell néznem, csönd. Hívjon vissza 10 perc múlva. 10 perc múlva ránéztem a honlapra, és döbbenettel láttam, hogy a honlapon az a feliratot láttad, hogy minden plakát helyel kelt. Majd megkérdeztem, hogy akkor most mi újság van a plakátokkal. Hát az az igazság, és akkor megint mondom, hogy ez egy olcsó és a város pénzén fenntartott honlap, a naprakész honlap. Azt mondták, hogy hát sajnos tulajdonképpen 2 hete elfogyott az összes plakát hely. Hát ennyit a mese részéről. Sikerült 2 darab óriás plakátot találnunk, ami még szabad. Van több is, csak az emberek egyszerűen tényleg döbbenet, hogy mennyire félnek Esztergomba. Tehát ahol elmondjuk, hogy itt jobbikos plakátot szeretnénk föltenni, abban a pillanatban elsápadnak az OPEC-et és a Medgyes Tamást említik, és utána közlik, hogy hát sajnos ők nem merik ezt fölvállalni. Itt az új erő. Jöjjön végre a Jobbik. Megvédjük a magyar földet. Rendet, csendőrséget. Adózzanak a multit. Börtönbe a felelősökkel. Mert Magyarország a magyaroké. Szavazzon a Jobbik listájára.